mondd másszor, mondd haláltán, és esküszöm, nem mondok ellent. Próbál a Mihály Eminescu Főgimnázium egyik csoportja. Én Mirigy szerepét játszom, szerintem nagyon hálás szerep. Mert gonoszt játszani is hálás, és szerintem sokkal többet mutathat meg az ember magából, mint például pozitív főszereplőként. Én a Kura szerepét kaptam, az egyik ördög, és elég sok szövege van, hiperaktív, és általában lenézi a társait, és ennek következtében folyamatosan veszekszik velük, de szerintem nagyon kedvelhető. Az iskolából olyan sokan jelentkeztek, hogy két csoportot is alakítottak. Reménykedtem, hogy ebbe bekerülök, vagy ebbe beválasztanak, és hogy egy ilyen szerephez jutok, mert mindig úgy akartam egy hőszerelmest játszani, ami úgy ez mindig egy ilyen régi álmom volt. Aztán most ez beteljesült, mivel hogy itt vagyok, és előadhatom. Mindig is kíváncsi voltam arra, hogy mi az a folyamat, amíg a színészek az előadással a színpadra lépnek. Mert mindig is szerettem színházba menni, és így kíváncsi voltam, hogy mi munkájukba kerül az, hogy minket szórakoztassanak. Az előadást 4 hónapi munka előzte meg. A program legfőbb célja, hogy fejlessze a fiatalok szövegértelmezési készségét, a színházi alkotó folyamatra való rálátást. A diákok többsége a játék a jó hec kedvéért jelentkezett, de akad olyan is, aki színi pályára készül. Jó. Nagyon szeretem a színészi pályát. Lehet, hogy ha most bebizonyosodik, hogy tehetséges vagyok, akkor ezen folytatom tovább. Eleve avval a céllal kerültem ide, vagyis jöttem a válogatásra, hogy színésznő akarok lenni, és evel ez talán segít is abban, hogy meg is valósítsam. A színház vezetősége mindenképpen a magyar irodalom klasszikusaival szeretne foglalkozni, ezért idén Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde költeményét választotta. Figyelembe vették azt is, hogy a kiválasztott mű része legyen a középiskolás tananyagnak. Számukra bejárt út fontos az, hogy ezek a gyerekek ezek a színházhoz közelebb kerüljenek, az, hogy túl azon, hogy az iskolában kis csoportokban itt-ott dolgoztak ezen az anyagon, túl azon viszont itt megismerkedtek a színpaddal, megismerkedtek a színház technikával. A jelentkező diákokat a válogatás után 8-10-15 fős csoportokra osztották. Mindegyik csoport kiválasztott egy-egy jelenetet a műből, amelyet a Szigligeti Színház művészeinek irányításával a maguk által kidolgozott formanyelven visznek színre. És te nem úgy jössz, mint Desdemona. Az volt a lényeg, hogy ezek a csapatok, ezek a gyerekek a saját kreativitásukat, a saját Csongor és Tünde értelmezésüket bányásszák ki, és nyilván, hogy szakmai segítséggel, a színészek segítségével ezt meg is tudják valósítani. Csak te vagy hű, csak te vagy társ, szűhetetlen gyötrelem, szél a szívnek, szél az észnek, kétségbejtő szerelem. Mivel a 8 csoport különbözőféleképpen dolgozta fel saját jelenetét, és nem volt feltétel az, hogy egy koherens és egybefüggő előadást hozzanak létre, a végeredmény egy eklektikus előadás lesz, amely előfeltételezi, hogy a nézők ismerjék az alapművet. Akkor neked még van 2 tündéd. A legtöbb csoport modernizálta a jelenetét, de a nézők láthatnak klasszikus feldolgozást is. A mai világot szeretné tükrözni a mi részünk, amiben a tündérvilág az tulajdonképpen mindannyiunk által megtapasztalt virtuális valóság, nevezhetjük azt internetnek vagy a televízió által az agyunkba belemosott világnak. A bemutató iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a január 22-i eladást 31-én megismétlik. A színház vezetőség a következő évadban is szeretné folytatni ezt a programot, akkor Balassi Bálint műveiből válogatnak majd.